szeretettel üdvözlöm nézőinket a Magyar Adás születésnapján. Napra pontosan 51 évvel ezelőtt, 1969. november 23-án hangzott el először magyar nyelvű bejelentés a román televízióban. Ehhez az időponthoz kötjük a Magyar Adás elindulását. Azóta a közel 5 éves kényszerszünet kivételével minden héten itt vagyunk, az 1-es, a 2-es és a 3-as csatornán, bemutatjuk időszerű riportjainkat, kulturális vagy ismeretterjesztő műsorainkat, kulturális tematikájú beszélgetéseinket, aranyszalagtárunk dokumentumértékű darabjait. A tavaly, ha fogalmazhatunk így, emberközelben sikerült megünnepelni 50. évfordulónkat Szatmár Németiben. Mai adásunkban viszont láthatjuk az ott készült Számvetés című pódium beszélgetés szerkesztett változatát. Ugyancsak tavaly kerestük fel egykori munkatársainkat is, nem sokára a Galbács Pállal készült beszélgetést láthatják. Kedves nézőink, az elmúlt 51 évben sok minden történt, nem csak szerkesztőségünk életében. Ha csupán az elmúlt esztendőt nézzük, a közel egy éve tomboló világjárvány mondhatni gyökeresen megváltoztatta, felborította megszokott életformánkat. Mindennapjaink javarészt online térbe szorultak, ott tanulnak gyerekeink, ott nézünk színházi előadást, ott követjük a híreket. Ebben a helyzetben nekünk, tévéseknek sincs könnyű dolgunk, de hétről hétre itt vagyunk, és önökről önöknek szólunk. Fogadjanak be hát ma is otthonukba. Indítsunk az aktuális témákat boncolgató heti krónikával, át is adom a szót hírháttérrovatunk házigazdájának, Mosoni Emőkének. Jó napot kívánok! Önök a heti krónikát látják. Országszerte egyre több település kerül karanténba a magas fertőzöttségi arány miatt. A rendőrség súlyos büntetéseket ró ki a kijárási tilalmat megszegőkre. A koronavírusos fertőzések száma kevesebb teszt végzése ellenére magas, az intenzív terápiás osztályon kezelt betegek száma pedig jócskán meghaladja az 1000-et. Közben a világ, ezen belül Európa és Románia is a Covid ellenes oltási kampányra készül. A hatóságok szerint a közeljövőben hozzáférhetővé váló vakcina itt ingyenes lesz, de nem kötelező. A költségek nagy részét az Európai Unió összesen 750 milliárd eurós helyreállítási alapjából kellene fedezni, ennek elfogadása viszont megtorpant, miután Magyarország és Lengyelország bejelentette, hogy megvétózza az unió 7 évre szóló költségvetését és a járványkezelési csomagját. Erről részletesen beszámolunk a heti krónikában, előtte viszont egy politikai berkekben kiéleződött konfliktus lehetséges kihatásait boncolgatjuk. Az utóbbi időben Ludovik Orbán kormányfő több ízben is szokatlanul élesen bírálta az Alkotmánybíróságot, azaz épp azt az intézményt, amelynek szerepe az alkotmányosság szavatolása. A miniszterelnök szerint a kormány határozatait sokszor felülíró alkotmánybírák döntései politikai indítatásúak és szakszerűtlenek. Az Alkotmánybíróság az az intézmény, amely az alkotmányos rendet biztosítja. Legfontosabb feladatai közé tartozik a parlament által elfogadott jogszabályok esetében felmerülő alkotmányossági kifogások vizsgálata. Az Alkotmánybíróság minden más intézménytől független testület, és döntései mindenkire nézve kötelező érvényűek. Még akkor is, hogyha ez esetenként egyik vagy másik pártnak, politikai szereplőnek vagy akár az államfőnek nem kedvez. Ez pedig gyakorta megesik. Idén, a járvány évében az alkotmánybírák több ízben is felülírták a kormány intézkedéseit. Májusban például alkotmánybírósági döntés érvénytelenítette a márciusban meghirdetett szükségállapot ideje alatt kirót büntetéseket, amelyek kiszabásáról a testület véleményezése szerint a kormány az alkotmányos előírások áthágásával rendelkezett. Az alkotmánybírák ugyanakkor arra is rámutattak, hogy a kormány nem hozhat olyan intézkedéseket, amelyek korlátozzák az állampolgárok alkotmányos jogait. Erről csakis a parlament dönthet többségi szavazással. A döntések után az államfő, de főleg a kormányfő durva támadásokat intézett az alkotmánybíróság ellen. Azt állította, hogy az alkotmánybírák az ellenzéki szociáldemokrata párt érdekeit követik, sőt, azt is állította, hogy a koronavírusos fertőzések számának növekedése
az alkotmánybírák döntésének következménye. Legutóbb, múlt hónapban a közelgő választások és ezek megszervezésével kapcsolatos határozat késztette éles bírálatra a kormányfőt, miután az Alkotmánybíróság az alkotmány betűjét vizsgálva döntést hozott arról, hogy a parlamenti választások dátumát nem a kormánynak, hanem a parlamentnek kell kijelölnie. A végzés indoklásának közzététele után Ludovik Orbán kormányfő kontárkodással vádolta az alkotmánybírákat, és bejelentette, hogy a választások után rögtön átszervezi a testületet. Sőt, még az intézmény megszüntetésének lehetőségét is felvetette. Ez természetesen nem ennyire egyszerű, és mindenképp példátlan intézkedés lenne. Az Alkotmánybíróság elleni kirohanások következményeiről és az intézmény átszervezésének lehetőségéről Puskás Bálint volt alkotmánybírát kérdeztük, aki 2007 és 2016 között volt tagja a testületnek. Ezt szerintem két oldalról lehet megközelíteni. Egyrészt az Alkotmánybíróság megszületése tulajdonképpen Európában, Ausztriában az első világháború után született meg az első Alkotmánybíróság. Annak tulajdonítható, hogy legyen egy olyan intézmény, amelyik meg tudja állítani a politika túlkapásait. És ez a kérdés ugye nagyon fontos most is. Két típusú alkotmánybíróság létezik, az úgynevezett angol száz amerikai típus, ahol a legfelsőbb bíróságnak van egy osztálya, amelyik ezzel foglalkozik, és az európai, amelyik külön alkotmánybírósággal rendelkezik. Na most már, az alkotmánybíróság döntései mindig az alkotmány betűjének és szellemének kellene, hogy megfeleljenek. És ez nem mindig jó bizonyos politikai osztályoknak, bizonyos politikai érdekeknek. Valamikor az Alkotmánybíróságot az égig dicsérik, mert pont olyan döntés volt, ami nekik jó, valamikor pedig begyúrják a földbe, mert a döntései ugye nem találnak az ők elképzeléseikkel. Ez történik most is. Az Alkotmánybíróság, és nem csak az Alkotmánybíróság, hanem a közjogi bíróságok döntései is a törvény szövege alapján, illetve a bíró személyes meggyőződése alapján jönnek létre. Ez benne van a törvényben is, hogy a bíró személyes meggyőződése ugye egyik fontos mozzanata a döntéshozásnak. Na most már az Alkotmánybíróságon lévő személyek között is vannak úgynevezett pártszimpatizánsok. Van, akinek tetszik az, hogy a liberális pártnak mi a politikája, van, akinek tetszik az, hogy mi a szociáldemokrata pártnak, és ez befolyásolhatja a politikai döntéseket. Nem mindig lényegbe vágó ez a helyzet, de sokszor befolyásolja ezt, és el kell ismerem, nekem is voltak olyan döntéseim, amikor ugye befolyásolt az, hogy én a magyar nemzetközösség tagja vagyok, például a tanügyi törvénynél. Ott mondhattak akármilyen érvet a kollégák, az én érveim azok maradtak, amik voltak, és azt mondtam, hogy igen, a kisebbségi oktatást azt így kell csinálni, mert az alkotmány ezt így látja. Biztos szubjektív volt, vagy lehet, hogy szubjektív volt. Ugyanígy másoknál is előfordult az, hogy esetlegesen a hatalmon lévő párt felé, vagy a másik párt felé, az ellenzékben lévő párt felé fordul a döntésük. A kormányfő azt is mondta, hogy a választások után kezdeményezni fogja az Alkotmánybíróság átszervezését, illetve a megszüntetésének a gondolatát sem veti meg. Ön hogyan látja ezt a helyzetet? Megteheti? Milyen alapja van erre egy kormányfőnek? Itt két lényeges dolog van. Egy, az Alkotmánybíróságot megszüntetni nem lehet. Az Alkotmánybíróság egy olyan intézmény, ami a világon minden demokratikus országban létezik, az Európai Unióban pedig föltétlenül kell létezni, ott van ugye a Velencei Bizottság, amelyik ezzel foglalkozik. Ezt a kérdést nem tudna lenyelni az Európai Unió. Arra, hogy rátérjenek mondjuk az úgynevezett, ezt is mondták, az úgynevezett amerikai angol száz modellre, hogy a legfelsőbb bíróság valamelyik osztálya foglalkozon ezzel, ugyanazt jelenti, vagy még annyit se, mint a külön alkotmánybíróság működne. Bármilyen módosítást próbálnak bevezetni az Alkotmánybíróság megszervezésében, összeállításában, tevékenységében, alkotmánymódosítás szükséges.
az Alkotmánybíróság tevékenységét, az Alkotmánybíróság minden lépését, ugye az alkotmányban befoglalt szöveg irányítja. És ha nem tartanak alkotmánymódosítást, akkor nem lehet az Alkotmánybíróságot újra szervezni. A politikumnak nagyon jó volna, ha nem van alkotmánybíróság. Olyan törvényt lehetne hozni, amit ők akarnak, nem van, aki nem van, ahol megtámadják, és nem van, aki ezt elisse. Ezért bármilyen nehezen fogadják el sokszor az Alkotmánybíróság döntéseit, ki kell mondjam, és többször megírtam, és több nemzeti konferencián is elmondtam, Romániában a demokrácia és a jogállamiság fő oszlopa az Alkotmánybíróság. Úgyhogy ezt a kérdést lehet vitatni, lehet, én tapasztalatból tudom, és látom most is, hogy a döntéseknek 98-99%-a olyan, amilyen az alkotmány betűje és írása. Az Alkotmánybíróság nem először vált durva politikai támadások célpontjává. 8 évvel ezelőtt az alkotmánybíráknak a Velencei Bizottsághoz kellett fordulniuk, miután az akkori főügyész azt nyilatkozta, hogy bármelyikük ellen eljárást indíthatna. A 9 tagú testületet, amelynek tagjait egyenlő arányban a képviselőház, a szenátus és az államelnök nevezi ki. Az alkotmány betűje szerint az állam központi szerveinek védeniük és tevékenységében feltétel nélkül támogatniuk kell. Azaz kellene. Példátlan patthelyzet állt elő az Európai Unió szintjén, miután Magyarország és Lengyelország bejelentette, hogy megvétózza az unió költségvetését, azaz a következő 7 évre szóló pénzügyi keret, valamint a koronavírus járvány okozta károk helyreállítására szolgáló alap elfogadását. Az uniós nagykövetek múlt hétfői ülésén a tagállamoknak 3 meghatározó kérdésben kellett állást foglalniuk. Az első egy politikai töltetű kérdés. Arra vonatkozik, hogy az Európai Parlament és az Európai Tanács előterjesztésére az uniós alapok folyósítását a jogállamiság betartásától tegyék függővé minden tagállamban. Ezzel a javaslattal az uniós tagországok zöme egyet is értett. A Magyarország és Lengyelország bejelentette, hogy amennyiben a közös költségvetési pénzek utalását az unió a jogállamiság tiszteletben tartásától teszi függővé, nem adják beleegyezésüket a 7 évre szóló költségvetési keret, illetve a hosszú távú kölcsöngyaránt megszabott helyreállítási alap elfogadásához. Ilyen vétóra még nem volt példa az Európai Unió történetében. Az Európai Unió közös programjait finanszírozó hosszú távú pénzügyi keretet a tagországok vezetőinek, azaz az Európai Tanácsnak egyhangúlag kell elfogadnia. Az összes tagállam beleegyezésének hiányában a főbb irányvonalakat meghatározó költségvetést nem lehet elfogadni és érvénybe léptetni. Jelenleg a 2021-től 2027 végéig érvényes pénzügyi keretről, azaz 1100 milliárd eurós költségvetésről, valamint egy 750 milliárd eurós helyreállítási alapról van szó. Tehát ami történt, az arról szól, hogy bejelentette a két ország, hogy nem járul hozzá a jogállamiság kritériumrendszer felállításához. Ezzel egy időben 2 másik döntéshez sem járult hozzá Magyarország és Lengyelország. Ez az Európai Unió következő 7 éves keretköltségvetéséről szóló döntés, illetve a helyreállítási alap létrehozásáról szóló döntés. Ennek a 3 ellenkezésnek 3 különböző jogi háttere van, röviden igyekszem ismertetni. Az Európai Unió 7 éves költségvetését az Európai Parlament és a Tanács, tehát a tagállamok adják jóvá. A
kölcsönfelvételt, tehát a helyreállítási alapot nem az Európai Parlament, hanem a tagállami parlamentekkel jóvá hagyják. Ez egy olyan folyamat, amely még nem indulhat be, addig, amíg nincs meg a csomag, úgy, ahogy itt nagyon helyesen elhangzott, addig, amíg minden nincs eldöntve, addig semmi nincs eldöntve. És akkor ezzel a bevezetővel kerülök el a jogállamiság kritérium rendszerhez, vagy ahhoz, amit tulajdonképpen egyelőre még nem hozott létre, hanem létre szeretne hozni az Európai Parlament egy többsége, illetve az európai tagállamoknak is egy többsége. Ez egy régebbi történet, egy régebbi vita. Van egy jogi alapja, de ez nem kimerítő. A jogi alap az az Európai Unió alapszerződésének a második cikkelye, a Lisszaboni szerződés második cikkelye, amely felsorolja az uniós alap értékeket. És ezek az értékek a demokrácia, a szabadság, az egyenlőség, az emberi méltóság tiszteletben tartása, a jogállamiság és az emberi jogok. Magyarország és Lengyelország nem azzal érvelt, hogy nem fogadná el a jogállamiság szükségszerűségét, hanem azzal, hogy a költségvetési pénzek folyósításának a jogállamisághoz kötött feltétele semmilyen szinten nincs szabályozva. Akkor, amikor egy gazdasági döntést egy feltételhez kötünk, akkor nyilvánvaló, hogy annak a feltételnek mérhető, teljesíthető kritériumrendszert kell kidolgozni. Ez még nem történt meg. Még egyszer mondom, ez egy régi vita, itt évek óta emlékezünk, hogy azért volt, amikor éppen Romániáról volt országjelentés, illetve Romániáról volt politikai vita az elmúlt években. Kezdődött ez valamikor réges-régen, még Berlusconi idejében Olaszországgal, utána 2010 után Lengyelország és Magyarország, illetve Románia, Málta, Szlovákia is kereszttűzbe kerültek. Mindig a legfontosabb fenntartás azzal kapcsolatban volt, hogy nyilván az Európai Parlamentnek, mint egy politikai testület, bármikor jogában áll politikai vitát szervezni bármilyen témáról. Viszont akkor, amikor gyakorlati döntéseket javasol, az Európai Parlamentnek is figyelembe kell vennie a jogalapot, amelyre ezt a döntést építi. Nem új vita, nem fog eldőlni a következő hetekben, tehát ez a vita a következő hosszú időben folytatódni fog. A fennálló patthelyzet feloldására múlt csütörtökön újabb videókonferenciát tartottak az uniós vezetők, de megoldás nem született. Melyek a további forgatókönyvek, mikor mi történhet, és főleg annak érdekében, hogy januárig meglegyen a költségvetés? Tudni kell, és a bevezető mondataimban ezért utaltam arra, hogy még jogilag a vétó nem hangzott el, hanem csak ennek a bejelentése. Tudni kell, hogy a csütörtöki Európai Uniós csúcson, tehát ott, ahol az állam és kormányfők találkoztak, videokonferencia módban, hiszen most ezek a feltételek, nem volt igazából vita erről a területről, tudván, hogy nincs összhang, egyszerűen 20 percet töltöttek el a vezetők ezzel a témával, és pedig az hangzott el, hogy meg kell találni a közös nevezőt. Angela Merkel nyilván, mind az Európai Unió rotációs elnökségének a vezetője, most Németország vezeti az Európai Unió tanácsát egészen december végéig, hangoztatta a Berlin meggyőződését, hogy kialakul a konszenzus, és meg lehet találni az előre vezető utat. Az előre vezető út megtalálása viszont nem olyan egyszerű. Nehezen elképzelhető, hogy a történtek után az Európai Parlament vagy a tanács lemond az alapok folyósításának a jogállamisághoz kötött feltételéről. Az is nehezen elképzelhető, hogy Magyarország és Lengyelország a bejelentett vétó után szó nélkül mégis jóvá hagyja a költségvetést. Az Európai Unió alapszerződésében van ugyan egy olyan kitétel is, hogy bizonyos esetekben megvonható egy tagállam szavazati joga. De csak is akkor, hogyha az összes többi ezt megszavazza. Ha Magyarország és Lengyelország kitartanak egymás mellett, a jogállamisági feltétel elvetésének kérdésében ez ugye nem alkalmazható. Elég reális tehát az esély arra, hogy egyhamar nem születik konszenzus, és az unió költségvetés és funkcionális helyreállítási alap nélkül kezdje a jövő évet. Hogyha január 1-én nem lesz költségvetés és nem lesz helyreállítási alap megszavazva,
akkor mit kockáztat, mit veszít a romániai polgár végül is? Úgy vélem, hogy a romániai polgár, vagy a romániai vállalkozó, vagy a gazda szempontjából nem történik semmilyen tragikus dolog január 1-e után, mert hogy az európai intézmények előre látták azt, hogy nehéz döntéseket kell meghozni, és ilyen szempontból mi már két héttel ezelőtt az Európai Parlamentben megszavaztuk a 2021-es éves költségvetést, amelyre kompetenciánk van. Ez azt jelenti, hogy az Európai Uniós alapprogramok tovább fognak működni 2021. január 1-e után, mert hogy van törvényes alapja. Ez picikét nem egészen ugyanaz, de hasonlít picikét akkor az a romániai helyzetre, amely többször előfordult az elmúlt években, hogy nincs megszavazott költségvetés, csak márciusban szavazta meg, vagy valamikor későbben, januárban a parlament az éves költségvetést, tehát nyilván, hogy itt a dolgok mennek tovább. Ami nincs, és ami nem is lesz január 1-ig, ezt most már borítékolni lehet, az a helyreállítási alap. A helyreállítási alapnak a késlekedése valamilyen féleképpen veszélybe sodorhatja a lendő oltási kampányt Európában? Most, hogyha körülnézünk egy picit a világ pénzügy piacain és a világpiacokon, akkor azt mondom, hogy az Európai Unió, az európai intézmények olyan erős bizalomindexel rendelkeznek, hogy itt egy pár hetes késés, nem hiszem, hogy ezt meg tudja ingatni. Az európai országoknak a javarésze nagyon rossz helyzetben van gazdaságilag, viszont látjuk azt, hogy történtek intézkedések. Azt is el kell mondjam, hogy az európai költségvetés minden lehetséges tartalékát már felhasználta ezen a nyáron. Tehát semmilyen új intervenciót a jelenlegi európai költségvetésből nem várhatunk, ezért kell az új költségvetés és ezért kell a kölcsön. Bár az utóbbi években a legtöbb uniós bírálat Magyarországot és Lengyelországot érte, az európai alapok folyósításának a jogállamiság betartásához való kötése sok más tagállamot is érinthetne. Az Európai Bizottság idén közzétett jelentésében Magyarország és Lengyelország mellett Románia, Bulgária, Málta és Szlovákia esetében is jeleztek olyan területeket, ahol a jogállamiság sérül. Az uniós költségvetés és helyreállítási alap ügyében december közepe előtt újabb csúcstalálkozóra várják a tagállamok vezetőit. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket! Heti krónikával jövő hétfőn jelentkezünk újból. Nézzék a magyar adást addig is, viszontlátásra! Kedves nézőink, amint mondtam adásunk elején, ma ünnepeljük 51. születésnapunkat. A Román Televízió 1969. november 23-án közvetítette első magyar nyelvű adását. Az azóta eltelt időszak kétségtelenül sajtótörténelem. Tavaly az 50. évforduló alkalmából felkerestük a magyar adás egykori munkatársait, szerkesztőit. Ma a Galbács Pállal készült beszélgetést láthatják. Galbács Pál a magyar adás több korszakát is megélte, és a közszolgálatában végig dolgozta. A nyomasztó 80-as években és a zaklatott 90-es években egyaránt. Csak természetes, hogy az adás 1985-ben bekövetkezett hirtelen megszüntetéséig eltelt időszak, illetve az 1989-es újraindulás és az azt követő évek között nagy a különbség. A közszolgálati újságírás azóta is folyamatosan változik, és nem mindig a legjobb irányba. Galbács Pállal Ijefalvi otthonában beszélgettünk arról, hogy mit jelentett és mit jelent számára a közszolgálatiság, illetve az, hogy tévésként, nevezetesen a Román Televízió magyar adásának szerkesztőjeként állt hosszú évekig a közszolgálatában. Hát el lehet gondolni, hogy mit jelent az ember számára a munkahely, hogyha azt a munkát, amit ott el kell végeznie, még szereti is. Végül is mindent jelent.
Az életem anélkül nemhogy nem lenne teljes, hanem egyszerűen el nem tudom képzelni ma már, és ez szinte természetes, hogy valamilyen formában kimaradhatna a visszaemlékezéseimből, pontatlan visszaemlékezéseimből. Nagyon sokszor gondolok arra, és nem én találtam ezt ki, nem én vettem észre, nem én mondom először, hogy a memoár irodalomban elképesztő, hogy milyen pontosan emlékeznek a szerzők minden másodpercre. Hát nekem ezt senki ne próbálja eladni. Nem létezik az olyan pontos visszaemlékezés. Akarva, akaratlanul az átírás, a spontán átírás megtörténik. Na most már a fogyasztó, a szellemi fogyasztó dolga az, hogy próbálja kiszűrni az igazat az akaratlan valótlanságokból, szándékosan nem mondok hazugságot, mert nem az, az akaratlan valótlanságoktól tekintsen el, próbálja meg csak azt felfogni, értelmezni, ami a valósághoz hű marad, a valóságról hű képet ad. Egyébként az is egy érdekes dolog, hogy a tévé 50 éves múltjára visszaemlékezendő, és főként az utóbbi 10 év, ahogy mondtad, mert hiszen az az előbbihez képest az újabb ráadás. Az ember, hogy visszaemlékezzék mindarra, amit tévésként tett, így szinte lehetetlen. Úgy kapásból mondom, hogy az a több száz, 300, de akár lehet 500, legalább 300 anyag, amit én elkészítettem, összeállítás, riport, híradás, mindenfajta műfaja a televíziónak, hát azt nem csak, hogy keverem, hanem egyszerűen jó részére nem is emlékszem. Térjünk egy picit vissza a tévés munkához, és ahhoz, hogy te ezt választottad. Ez mikor is volt, hányban? Ja, Istenem, megint kell emlékeznem. 1978. szeptemberében kerültem a televízióhoz. Na most ez egy olyan periódus volt, amikor azért az újságírói munka, mint olyan, nem feltétlenül mindenki szemében lehetett vonzó. Te mégis láttál benne valamit. Pontosan mit? Hát nem voltam egyedül, aki látott benne valamit. Hát nem. Sokan voltunk, hát azért csináltuk. És mit láttál benne? Mondottam ez előbb a valahova tartozás belső emberi követelményét. Én a magyarsághoz tartoztam, kulturálisan, érzelmileg, minden szempontból. De nem valakik ellenében, hanem mint ebben az országban történelmen alakító szerepet betöltő nemzetrész, a magyar nemzetrész, oda tartoztam. Nos, azt akartam szolgálni. Hangsúlyozom, nem egyedül. Sokan. Tudom. Nagyon sokan. Na most erre a szóra, amit használtál a szolgálatra, erre mindjárt visszatérünk. Előbb viszont megkérdezném, hogy milyen volt az a törés. Tehát, mint tudjuk, ugye a magyar adást egyetlen tolvonással beszüntették. Újra indult 1989-nek a decemberében. Így van. És akkor te rögtön munkához láttál. Mennyire volt az egy másfajta munka ahhoz képest, amit 78 és 85 között végeztél ott? Majdnem azt mondtam, hogy csak előnyei voltak. De voltak hátrányai is. A hátrányai, a hátránya elsősorban abból fakadt, hogy megszázszorozódott a felelősség. Ugyanis valóban szabad sajtó lettünk. Valóban, a szó szoros értelmében. Elmondhatom magamról azt, hogy engem soha nem cenzúráztak a fordulat után. Tehát én elsősorban a 90-es évekről beszélek, mert az volt a fordulat korszaka, persze, hogy így mondjam, persze, az átmenet korszaka. Azért, tehát ez az összehasonlítás, ez
majdhogy nem lehetetlen, ugyanis amikor egy diktatúrában éli meg az ember azt, hogy mondani kell valamit, a fogaskerekei, a biofogaskerekei egészen másként működnek, mint amikor a szabad sajtó világában kell mondania, szolgálnia, mint ahogy az imént említettem, a saját nemzetét. Akkor bizony meg kellett adnunk azt a kötelező, és mindannyian törekedtünk a minimális teljesítésre, a minimum teljesítésére, azt a kötelező valamit, ami a császáré. Ez mindannyiunkban benne volt. Tudtuk, ha nem, akkor repültünk. Na most van, aki ezt túl teljesítette. Van, aki szorította alább. Én a kötetben, visszaemlékezés kötetünkben leírtam azt, hogy például soha egyetlen egy alkalommal ki nem ejtettem a nevét a főnöknek, úgy, hogy Nikolaj Ceausescu elvtárs pártunk és kormány. Nem. Vagy azt mondtam, hogy az államelnök, vagy azt mondtam, hogy a főtitkár. Nem vették ezt észre. De lehet, hogy olyan pici dolog volt, hogy csak nekem jelentett valamit belsőleg, hogy na én is valamit tettem. Na ezek a kis apró tettek azért sokunknál előfordultak, és az bizony összetevődött. Na most ez is azzá tette a magyar állást, amilyen volt a diktatúrában, hogy az emberek odafigyeltek. Igen, és a 90-es években, Pali? Na igen, a 90-es évek, mint mondtam, nehéz az összehasonlítás, szinte lehetetlen. Miért sokszorozódott meg a felelősségérzet? Kellett, hogy sokszorozottan működjön a felelősségérzet? Mert szabadott mondanom, de kellett, hogy belső cenzúrám legyen. Nem, ez egyfajta öncenzúra, de a szó jó értelmében. Hogyha megint oda lyukadok ki, hogy a valahova tartozás. Hogyha az én belső erkölcsi cenzúrám azt mondja, hogy ezt mondhatom, akkor mondom, de annak ellenére, hogy nekem valamilyen pártszövetség, vagy valamilyen gazdasági társadalmi alakulat mit sug a fülembe, vagy tanácsol, vagy ígér érte valamit, tudjuk, mire gondolok. Nos, ebben a helyzetben minden szót meg kellett rágnia az embernek, mindenfajta montírozáskor vigyáznia kellett az embernek, hogy melyik képet hova teszi, nem azért, mert jön a cenzor a központi bizottságból, hanem a belső énem a központi bizottság. És soha nem téved az, aki a lelkiismerete szerint jár el. Nem tevődött erre rá még valami? 89 előtt én úgy gondolom, habár akkor én még igazán gyermek voltam, hogy nagyon világos volt mindenki számára, hogy milyen témákban kell valahogy kikacsintani, hogy milyen témákban kell valamit elmondani, amit a nézők is értenek, és úgy értenek, ahogy érteniük kell. A 90-es években viszont már nem volt egy ilyen egységes, hogy úgy mondjam, ellenségkép, hanem a dolgok sokkal árnyaltabbá kezdtek válni. Nem okozott ez akkor sok fejtörést és akár gyötrődést? Számomra mindig megvolt az ellenségkép. Ma is megvan. Számomra Bukarest az ellenségkép. Amikor ezt mondom, hogy Bukarest számomra az ellenségkép, akkor a mindenkori bukaresti politikai hatalmat értem. Ez a fajta ellenségkép, na vajon miből fakad? Abból, hogy, és soroljam, Marosvásárhelyi orvosi, az ingatlanok visszaszolgáltatásra utáni visszavétel. Sorolhatnám tovább. Jó, én nem egy kicsit azért lovagolnám ezt a közszolgálatiságnak a kérdését. Nem tudom, tehát te élesben a 90-es években megélted azt a periódust,
amikor a magyar adás már hirtelen nem az egyetlen csatorna volt. Egyre több magyar csatornák is, ugye Duna TV, de román hírcsatornák, meg általános csatornák, meg amelyek nem is vállalták fel, úgymond feltétlenül, most nem a Duna TV-re gondolok, a közszolgálatiság feladatát, azt a szolgálatot, hanem önmagukat is kereskedelmi tévéknek nevezték, és nem titkolt céljuk az volt, hogy hogy ebből profitot termeljen. Pénzszerzés, természetesen. Hogyan élted te ezt meg? Ugye addig ilyennel ti nem találkoztatok, ilyenfajta konkurencia nem volt. Hogyan vélekedtetek akkor a többi csatornáról? Hogyan próbáltatok esetleg versenybe szállni, vagy pont ellenkezőleg más úton haladni? Sehogy. Nem volt versenytársunk. Az elején rendkívül kedvező helyzetben voltunk. Jóval később jött a Duna Televízió, viszont beszéljek saját magamról, az én világlátásomat a Duna Televízió, hát hogy is mondjam, hát párhuzamban futott a Duna Televízió az én elképzeléseimmel. Számomra nem volt konkurencia. Konkurencia lehetett aztán később, amikor beindult az a fajta befolyásolása a tévéműsorok összeállításakor, az a fajta befolyásolás, amit úgy hívnak, hogy politikai ráhatás. A politikai ráhatással minden megváltozott. Akkor már nem az volt a szempont, hogy versenytárs legyünk, hanem az volt a szempont, hogy az éppen ráhatással rendelkező politikai formáció mit sugall, hogy mit tegyen az adás. Ez, akár tetszik ismét, akár nem, bizony így működött. Amit soha nem fogadtam el. Soha, egyetlen egy alkalommal sem. És Pali, hadd beszéljünk most a jelenlegi periódusról is. Hány éve is már, hogy megint próbára tegyem az emlékező tehetségedet, hogy te nem tévézel, vagyis nem... Tévézés, nem, csak mindig hogy nem, mi az, hogy tévézi? Nem, hogy nem a magyar adásnál tévézel. Ezt, igen, hát a tévézés hiányzik. De mióta is, hogy nem tévézel? Mióta, hogy nem tévézel? 2002 óta. 2002 óta. Igen. Na most azóta is eltelt már 17 év. Azért gondolom ezt a munkát követed, mint tévéfogyasztó, de nem csak, mert gondolom soha nem tudsz elvonatkoztatni. Nem, biztos, hogy nem. A szakmai vetületétől. Biztos, hogy nem. Hogyan vélekedsz a mostani tévézésről? Mi az, ami, nem tudom, ami esetleg mondjuk nem tetszik, vagy éppen ellenkezőleg, ami hát a tévézés az tévészerkesztőségek dolga. A tévészerkesztőségek pedig ilyen, meg ilyen, meg ilyen, meg ilyen beállítottságúak. Most az számomra, ellenszenves tévéműsorok, azok kiesnek a kalkulusból, mert oda se figyelek. A számomra közömbös tévészerkesztőségek műsorai, hát illetve a műsorok közömbösek végül is, hát az meg közömbös, akkor inkább olvasok egy könyvet. Amire pedig odafigyelek, hát ott mi nem tetszik. Mert csak erről lehet szó. Hát talán a rámenőség hiányzik belőle. Az a fajta rámenőség, amiből az következik, hogy a szerkesztőnek van mondani valója. Nagyon sokszor az az érzésem, hogy na, a fene egye meg, akkor ezt megcsináljuk. Hát úgy csináljuk meg azért, hogy úgy csináljuk, de azért megcsináljuk. Na, megvan. Szóval ez az, ami nem tudja a néző, hogy illetve a szerkesztő elfelejti, hogy a TV képernyője abszolút mindent felnagyít. Például a tessék-lássék hozzáállást is felnagyítja kegyetlenül.
mint ahogy felnagyítja a bakikat, amiket én is elkövettem, felnagyítja a logikai botlásokat, amiket én is valószínű elkövettem. Na de hát, ha azt mondom, hogy hiányzik a rámenőség, akkor, meg, hát akkor ez öndicséret, mert akkor úgy érzem, hogy én rámenős voltam. Meg kell mondanom, hogy tényleg úgy érzem. A Magyar Adás 50. születésnapját tavaly ünnepeltük Szatmár Németiben két igen tartalmas napon keresztül. Ünnepi programunk része volt egy pódiumbeszélgetés is, Számvetés címmel. Ebben az utóbbi évtizedek televíziós szerkesztői mellett a 70-es évek adásának, az úgynevezett régi magyar adásnak a munkatársai is részt vettek, elmesélték emlékeiket, beszámoltak az egykori szorongattatás közepette is értéket felmutató munkájukról, és persze a csalódásokról is. A következőkben ezt a beszélgetést ismételjük meg. Amikor felkért a főszerkesztő, hogy vezessem ezt a panelt, rögtön azon kezdtem gondolkozni, hogy miért is számvetés, mert hogy logikus lenne televízióban inkább azt mondani, hogy számadás. Mosoni Emőke főszerkesztőt arra kérem, hogy röviden mondja el önöknek is, hogy miért számvetés. Ha van üzenet, amit ezen a kerek évfordulón meg kell fogalmazni, akkor az a folytonosság üzenete. Azért a tényé, hogy az 1969-ben útjára indított magyar adás ma is létezik. Velünk tehát számolni kell. Ugyanakkor a számvetés a mi olvasatunkban megengedi a kerek évfordulóval járó mérleg elkészítését, de nem zár le egy folyamatot, hanem előre is mutat. A számvetésben bizony van egy adag bizonytalanság, egy kockázatos véletlenszerűség, és hát mi ezzel a bizonytalansággal számolunk, talán PR szempontból nem olyan ajánlatos, de hát nekünk nem az a dolgunk, hogy imázsjátékokba bocsájtkozzunk. A valóság pedig az, hogy a magyar adás jövője bizonytalan. De hát mondják meg nekem, mi biztos manapság? Ki tudna hitelesen kezeskedni egy olyan intézmény megmaradásáért, amely gazdaságilag nem jövedelmező, és még csak nem is öneltartó. Így aztán nem csoda, ha vannak, akik megkérdőjelezik a közszolgálati televízió létjogosultságát. Mindenféle alternatívát keresnek rá, hogy inkább olyan pénzből és ne ilyenből, hogy inkább úgy érné meg és nem így, hogy inkább annyit és nem ennyit. Mi számolunk ezzel a bizonytalansággal, nap mint nap benne élünk. Azt viszont bizton állíthatjuk, hogy állami finanszírozású, senkinek ki nem szolgáltatott, magyar nyelvű közszolgálati tévéműsor jár nekünk. Márpedig ami jár nekünk, az nem képezheti alkutárgyát, az nem bótolható. Mi ebben a hitben kívánjuk folytatni munkánkat a magyar adásnál, hát még legalább 50 évig. Kitűzött célunk ma este az, hogy felöleljük azt a cseppet sem rövid időszakot, amely eltelt az első adás óta, 50 évet. A mostani csapat, a szerkesztő kollégák megpróbálták korszakolni ezt az 50 évet, annak függvényében, hogy melyik időszaknak mi volt a jellemzője, és így három különböző korszakot különböztettek meg. Az első szakasz 1985-ig a bezárásig terjed. Akkor elhallgattattak televíziót, rádiót azért, hogy ne szóljon hozzánk magyarul. Ez az időszak sokak számára úgy is emlegetik a köztudatban, hogy ez volt a magyar adás hőskora. Aztán 1990-től, 89 végétől gyakorlatilag 5 év kényszerszünet után következett az az időszak, amelyet a szabad magyar adás idejének hívnak. Amikor azt vallották, hogy csak igazat mondunk, és kimondjuk azt, amit eddig nem engedtek elmondanunk. A harmadik szakasz pedig természetesen a jelenig tart.
ez a jelen magyar adása a kihívásokkal és a gondokkal, amelyekről már is szó esett ma este. Természetesen ennek a legfőbb jellemzője a válság és az útkeresés. De kezdjük a legelején. 1969. november 23-a. Mérföldkő a hazai magyar újságírás és kulturális élet történetében. Ekkor sugárzott először magyar nyelven a román televízió. Ma a bő és kusza sajtókínálat világában ez akár túlzásnak is tetszhet. De gondoljunk csak vissza. A magyar adás a diktatúra éveiben született és nőtte ki magát. És a tévéseknek nem volt könnyű dolguk. Le kellett tudniuk az úgynevezett musz anyagokat, ami ugye azt jelentette, hogy jobb meggyőződésük ellenére, és tudván, hogy ezt a nézők sem értékelik, be kellett számolniuk a rendszer hirdetett megvalósításairól, az 5 éves tervek túlteljesítéséről, a pártfőtitkári látogatásokról. Mondani valójukat viszont más formában tálalták. Igen, a diktatúra éveiben a magyar adás tényfeltáró riportokat, ankétokat, dokumentumfilmeket közvetített, amelyek nagyon is életszerű és értelemszerűen sokszor sötét képet festettek a valóságról. Ne feledjük, ez nem volt egyszerű. A cenzúra árgus szemekkel követett és kivesézett, gyakran pedig le is tiltott mindent, ami a rendszer bírálatának tűnhetett. Számos immár anekdóta számba menő történet kering arról, hogy a magyar adás egykori főszerkesztője, Bodor Pál, hogyan győzködte és győzte meg a cenzorokat arról, hogy ami az ő szemükben gerenda, az valójában csak egy ártalmatlan kis szálka. Ebben a faluban évek óta élnek ennek a hangnak az árnyékában. Ennek a hangnak az árnyékában nehéz a rokka perdésére figyelni. Ennek a hangnak az árnyékában nehéz a gyermeknek mesét mondani. Mesét, ahol a tarisznyás legkisebbnek mindig igaza van, és a jó győz a rossz felett. Van testvére? Nincs. Miért? Nincs. Szeretnéd, ha lenne? Nincs. Hányat szeretném? Egyet. Testvéred van? Nem, mekkora. Mekkora volt? Gyászmány iskolában. Van testvérké? Nincs. Szeretnéd? Miért történhetett ez meg? Ez például elsősorban a túlfogyasztott itarnak a következménye. Egyelszem még a dísznak, hogy nem tudnak, hogy mit csinálnak, és viszont kiskorúak majdnem még, és meggondolatlanság. Azt gondolják, hogy csinálnak egy ilyen esetet, nekik a dicsőségükre vezetett. Hogy a kultúra, a mi sajátos kultúránk megtartó erejű, az nem vitás. Jól tudták ezt a magyar adás egykori szerkesztői. Képernyőre vitték, és ezáltal megörökítették jeles személyiségek gondolatait, a televíziózás lehetőségeit kihasználva portréfilmeket, kísérleti és játékfilmeket készítettek. Külön fejezet a magyar adás történetében a színház. Elődeink a magyar társulatok jeles előadásait felvételeken rögzítették és sugározták, sokak számára lehetővé téve, hogy megismerjék legnagyobb drámaíróink és rendezőink alkotásait. A felvételek közül sajnos sok elveszett. Ami aranyszalagtárunkban mégis megmaradt, az ma már színház történet. Te parancsoltad meg, uram, a szólást, és ítélted örök kárhozatra a hallgatást. Gyertyát nem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék is, fényét vethesse mindazokra, akik a házban vannak. Gondolkodó emberek, ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épített város. Te parancsoltad meg, uram, hogy amit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok, amit pedig a fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek. A magyar adás a diktatúra éveiben felvállalta a fiatal tehetségek felfedezését, népszerűsítését is. Számos együttes előadó köszönheti indulását a magyar adásnak. Aranyszalagtárunkban sok olyan zenei felvételt őrzünk, amely ma már kordokumentumnak számít. És nem szóltunk még a zene közösség formáló és megtartó szerepéről, amelyet a magyar adás szerkesztői messze menően kiaknáztak. A zenés karavánok és a táncház mozgalom már nőtt kaláka tömegeket vonzottak és tartottak össze, dacolva a diktatúra magyar ellenes megnyilvánulásaival.
magyar adás felvállalt feladatait ellátta, amíg tehette. Addig, amíg a diktatúra legsötétebb korszakában, 1985-ben egyetlen telefonhívással elhallgattatták, megszüntették. A képernyő hirtelen elsötétült, és 1989 karácsonyáig nem is hangzott el több magyar szó a román televízióban. Az 1970-es, 80-as évekből láthattak részleteket a felvételekből, volt akkor gázankét, volt akkor annak a nyomába eredés, hogy milyen is a bicskázás. Olyan időszakban készültek ezek a felvételek, amikor ezekről tudtak ugyan, de nem volt illő beszélni. Csáki Zoltán felé tartok kérdéssel főleg, mert hogy egy temetés részleteit is láthattuk az előző felvételeken. Faggattad a fiatal embereket arról, hogy hogyan és miért történik ez. Na de mit szóltak ehhez azok, akiknek az volt a dolguk, hogy megfigyelték a dolgozókat? Mit szólt a hatalom ehhez a riportothoz, ehhez az ankéthoz? 1974 vagy 75 tele nem emlékszem egészen pontosan. Óriási felháborodás követte a riportot, a Hargit akkor napilapján nagy példányszámban jelent meg. Románok, magyarok, németek, nem tudom, honnan szereztek németet, Csíkországban, tiltakoztak, hogy a székely nem ilyen. A székely a bicskát csak szalonnázásra használja, vagy pedig kopja a faragással. Bodor megvédett, csodálatos volt, elmagyarázta Bukarestben a felsőbb vezetésnek, az elvtársaknak, hogy kérem szépen, a székelyek azok becsületesen és keményen dolgoznak. De olyan hideg vidéken élnek, hogy ott nem terem meg a szőlő. Ezért pálinkát isznak és megvadulnak. Így kivédtük a riportot, de még mondanom se kell, hogy egyik neves írónk, aki nemrég halt meg, Isten nyugosztalja, nagyon lettem megtáborodott a hétbe, azt mondta, hogy te bántani mered a fajtádat. Tudod te, hogy a székely, ki mi a székely, és így tovább. Tehát az is igaz, hogy én dűvel készítettem ezt a riportot, az igazi riporter nem is készíthette másképpen. Cenzúra nem volt a nyomomban, de a nyomomban voltak a kékfarkasok, a szekusok. Sajnos besugókkal, feljelentőkkel, ügynökökkel. Vannak emberek, akik nélkül nem lehet összerakni ezt a történetet, a magyar adás történetét, de szerencsére az első időszak története már könyvben is megjelent, bizonyára sokan látták a Mi Magyar Adásunk című kötetet. Ennek az egyik szerzője Simonfi Katalin, akinek a szíve csücske, az egyik csücske, az bizonyára a Kaláka. Azok a műsorok, amelyekből szintén láttunk a bejátszásban egy részletet, és hát sokszor elmondtad már, de ismét csak megkérdezem, lehet-e két percben válaszolni arra, hogy miért volt fontos a Kaláka? Én úgy gondolom, hogy kettő perc sok is, meg kevés is ahhoz, hogy erről érdemben beszéljünk, hiszen itt van Csáki Zoltán kollégám és szerkesztőtársam, és itt ül a nézőtéren Hászabó Gyula, és Bukarestben a negyedik emeleti lakásunkban született meg a Kaláka, a konyhában, egy konyhaasztal mellett. Emlékszem, hogy Zoli hogy tépett össze papírokat, mert dühös lett azért, hogy miért nem lehetne ezt a műsort ugye fölvállalni. Hát akkoriban ugye az volt, hogy a népzenét és a népi kultúrát számunkra ezek a Mojszejev mintára épült együttesek jelentették. Na most akkor, amikor én beleszerettem abba, hogy Pávaiékkal megismertem a táncház muzsikát és a táncházban a népi kultúrát, hát akkor egyértelmű volt számomra, hogy ez az, ami a jövő zenéje és a jövő műsorát képezi számunkra. A közös könyvetekben olvastam, hogy a könyvespolcodon van egy Ex Libris, és azon pedig, ugye, tudod, hogy melyikre gondolok, van egy csizmás bagoly, illetve van itt a teremben egy fiatalember, még mindig úgy gondolom, hogy fiatalember, aki az utolsó csizmás baglyot elnyerte, mielőtt leállították volna ezt a sorozatot. Tudom, de hogy emlékszel te a könyvkeresőre? A könyvkereső az egy játék és muzsika 10 percben mintára készült, vetélkedő akart lenni, hát az is volt. Eljátszottuk azt, hogy élőben megy. Tehát úgy vettük fel, hogy szünet nélkül, és aki helyesen válaszolt bizonyos kérdésekre egy frissen megjelent kötet kapcsán, az könyveket nyert. És
mindig előre bejelentettük, hogy a következő betélkedünk, az Temesváron lesz. A szerző vagy a könyv témája a városhoz kötődött, ahol ezt megrendeztük. És tehát az emberek tudták, a könyv már a könyvesboltban volt. Általában a Kriterion könyvek, de nem csak a Kriterion könyvekről volt szó, ezt együtt csináltuk Szabó Gyulával egyébként. Egy Pusztai Péter, grafikus barátunk, ő készítette a könyvekbe beragasztandó kis exlibriszt, amely egy csizmás bagolyt ábrázolt. Az utolsó, ami már nem került adásba, az Nagybányán készült. Az akkori éppen egyik szerkesztő, vagy aki felelős főszerkesztő volt, ilyen marhaságokat mondott nekem, hogy úgy vihogsz, mint egy pejkanca. Hogy ezt én nem engedem adásba. Persze nem ezért nem engedte adásba, azt ki lehetett volna vágni az én röhelyeimet belőle nyilvánvaló. De ez volt az egyik buta ürügy arra, hogy ne menjen be az adás. Vajon megvan-e még neked a csizmás bagyod otthon? Megvan. Megvan, az egy Borgida István által írt Ziffer Sándor monográfia egyik kedvenc könyvem első oldalán van. És azért nem mutatták be az adást annak idején, mi követtük és vártuk és figyeltük az előrében a tévéműsort, és már be volt programozva a hétfőre, hogy hazánkba érkezett Odor Zsivkov elvtárs, és mutatták, hogy fogadja a Ceausescu elvtárs, és akkor elmaradt ez a műsor. Ugye nem szakadhatunk el attól, hogy ebben az időszakban mégiscsak léteztek úgynevezett musz anyagok. Volt, akinek az a megtiszteltetés jutott, talán az idézőjelet kellően hallották a kifejezésben, hogy ezeket az anyagokat kénytelen volt elkészíteni. Ugye idézzem az említett könyvből, a mi magyar adásunkból, Galbács Pált, aki azt írta, hittem, hogy a kétszeresen elgyötört romániai magyarokban a reményt a képernyő erejével éltetni lehet. Pali, ezt írod a könyvben, de vajon a muszanyagok között hogy lehetett ezt megvalósítani? Például mit szóltak ahhoz, amikor 1978-ban készítettél egy anyagot arról Kovászna megyében, hogy Sepsiszentgyörgyön a szakoktatás az igazából csapnivaló? Én megírtam ott többek között azt is, hogy életemben kétszer jelentettek fel, tudomásom szerint. A feljelentések országában éltünk. Kétszer jelentettek fel, ez az egyik, ehhez kapcsolódik az egyik feljelentés, ami a sajtóban történt. Ugyanis valóban arról szólt az anyag, hogy a szakoktatás egészen pontosan a sepsiszentgyörgyi textilgyár számára, mondanám azt, hogy gyártott munkások vagy ifjak, oktatása az olyan volt, hogy aki közelebbről megnézte, és valami köze volt, vagy ha nem is volt egyáltalán köze az oktatáshoz, kiájult. Rettenetes, csapnivaló. Na, ezt megcsináltam. Friss külmunkatársa voltam a Mi Magyar adásunknak, Bodor Pál, a mi Bodorunk. Nem tudom, hogy mire egyezett bele, ha bár friss külmunkatársként fogadott be a csapatba. Hát valamilyen oka volt, gondolom, megjelenik, akkora visszhangja volt, hogy a Kovászna megyei akkori propaganda titkár, aki Sztánka elvtárs volt, és tudomásom szerint ide került pont, jól tudom? Nos, ez a Sztánka elvtárs, ez mit mondjak, mintha forradalom történt volna, lázadás, Ceausescu ellenes lázadás történt volna, nagyon, nagyon durva volt a visszhang. Erre fel az én drága jó barátom, úgy hívják, hogy Magyari Lajos, nyugodjék békében, a helyi lapban, ahol én 4 évig voltam szerkesztő, a helyi lapban, a Megyei Tükörben ír egy védőbeszédet. J'accuse, nem erről szólt, de valahogy ilyesmi, ez a párhuzam jut eszembe, hogyha azt a védőbeszédet ő nem írja meg, akkor én a röpke kis 3 hónapos, 2,5-3 hónapos alkalmi televízióskodásom befelegzett.
pótolhatatlan az a társadalom szervezési munka, amelyet a Magyar Adás ebben az ezekben az években véghez vitt, és ez volt közben az az időszak, amikor a metakommunikáció volt a legerősebb, amikor úgy kellett valamit megfogalmazni, úgy kellett üzenni a tévéképernyőjén keresztül, hogy a néző pontosan tudja, hogy nem azt hallja, amit mondanak, hanem azt érti, amit mondanak, még ha nem is ezt mondják, amit üzenni szeretnének. Ezt kellett akkor megtanulni azért, hogy kijátszhassák a cenzúrát, hogy kijátszhassák a különböző éberségű cenzorokat. A televízióban ebben az időszakban is dolgozni kellett azért, hogy a saját maguk által megszabott színvonalat és a saját maguk által megszabott rendet követni tudják, hogy az úton maradjanak, amelyen szeretnének. Volt, aki megtanult üzenni, és volt, aki üzente, hogy köszöni, jól van, de már ne várják. Kedves nézőink, mai műsorunkban felcsiki táncot mutatunk be a Maros Együttes előadásában. Kedves barátaink, a televízió egyes stúdiójában vagyunk. Kedves nézőink, itt a tusnádfürdői fenyvesekben igazi mesebeli havas tájjal búcsúzik az óesztendő. Kettős pontot úgy szerest, ő figyelmeztet téged. Valahogy így emlékezhetnek rám a 70-es, 80-as évek tévénézői. Féltve őrzött kincseim ezek az évek. De számomra a Magyar Adás akkor sem szűnt meg, amikor levették a képernyőről, és valamennyiünket szélnek eresztettek. Mi lettünk volna az a bizonyos víd nemzedék? Az 50-es években felcseperedtünk, a 60-as években zenélni kezdtünk. A 70-es években felnőtté lettünk, a 80-as években világgá mentünk. Ez is én vagyok, már a jelenben, miután ismét bekapcsolódtam a szerkesztőség életébe. 1989. decemberre Ausztráliában ért, és a régi kollégák kórusban kiabálták a telefonba. Erika, győztünk, gyertek haza! Azóta ingázunk kontinensek között. Hazautaztunk, s részt vállaltunk minden jelentősebb eseményből. Jelen voltunk minden fontosabb mérföldkőnél. A színen mosoli emőke, a mai Magyar Szerkesztőség vezetője, és György Magdi, a mostani bemondó, 70-es évek bemondónője, és a 2000-es évek bemondónője egymás mellett. Most történt meg először, hogy nem lehetünk ott személyesen. Igen sűrű munkamenetrendünkben most egyszerűen nem fért bele ez az utazás. Sydneyből köszöntünk hát mindenkit. Öleljük a kollégákat, üdvözöljük a nézőket. További jó munkát, boldog születésnapot, Magyar Adás! És írjunk most 1989-et. A forradalmi napok hangulatában egyszer csak újra magyarul beszélt a televízió. Ez volt az az időszak, amikor a Magyar Televízió Panoráma című műsorán kívül is sokat megtudhattunk sorsunk várható alakulásáról. 1989 végén láttuk viszont a képernyőn Simonfi Katalint és Boros Zoltánt. Nagyon rövid idő alatt eldőlt, újraindulhat a Magyar Adás. Visszanézve már tudjuk, a 90-es évek eleje sok tekintetben veszélyes időszak. A feszültségek a magyar-román kapcsolatokon is érződnek. Vajon mi lett a szerepe ennek a műsornak egy feszültségekkel teli időszakban? Ez az időszak a Magyar Adás szabad, szókimondó időszaka. Olyan témákról is szólt a Magyar Adás, amelyekkel a román televízió sem foglalkozott. Szerepelt a műsorban a bányászjárás, láthattuk az egyetemtéri eseményeket, de foglalkoztak a külkapcsolatokkal, illetve szekus leleplezésekkel is. Csak is az igazat vallották ekkor a szerkesztők. Ne feledjük, a román televízió ekkor még mindig az egyetlen tévéadó volt, és így a Magyar Adás is az egyetlen romániai magyar tévéműsor, de már nem sokáig. A 90-es évek második felétől megjelentek aztán a magántévé csatornák, ezért a Magyar Adás lassan elveszítette monopóliumát. Bună ziua, stimați telespectatori, jó napot kívánok! De mult n-ați mai văzut acest generic. A rendszerváltás után újraindult Magyar Adás objektíven tájékoztatott az átmeneti időszak történéseiről, a romániai magyarság mindennapjairól és gondjairól, a minket ért sérelmekről.
Az 1990. március 19-i és 20-ai marosvásárhelyi etnikai összetűzések miatt egyetlen román nemzetiségűt sem ítélt el a törvényszék, magyart és magyarul beszélő cigányt viszont több mint 40-et. Ez a személy belökött engemet a 20, vagy a 205-ös kamrába, és azt mondta a hócoknak, omoricil, hogy gyilkoljanak meg, üssenek agyon, mert ez, aki a televízióban mutatva volt, hangoztatva volt, ez ölte a románokat. A magyar adásban olyan történelmi eseményekről is beszéltünk, amelyeket addig tilos volt megemlíteni, mint például az 1944-es gyantai vérengzés, az 1956-os erdélyi megmozdulások, vagy a szoboszlai per. A koncepciós per méreteit bizonyítja a 30 ezer oldalnyi perírat, a mintegy 1000 letartóztatott és 57 vádlott elítélése. Közülük 10-et halálra ítéltek és ki is végeztek. 14 éves voltam, édesanyám elhúzott, és azt tudom, mikor édesapám fölállt, azt mondta, hogy gondolják meg, hogy három kicsi gyermeke van, és az ítéletet, de hát nem, ők erre nem csak halálítéletet hoztak. A kommunista diktatúra idején meghurcolt és bebörtönzött katolikus papok és szerzetesek is beszélhettek arról az időszakról. Nehéz elviselni itt nélkül. Nehéz. Sok ember ott nyerte vissza a hitét. Nehéz elviselni. Hát aztán sokat imádkoztam. Őszintén mondom, sokat imádkoztam. Egyedül a hit. Egyedül a hit. Akinek nincs hite, vége van annak. Valamilyen hit kell. Utólag a lelki eredmény mindig több volt, mintha valaki megalkotott volna. 1990 óta jelentkező vallási rovatunkban a történelmi egyházak kaptak szerepet. Foglalkoztunk az anyanyelvi oktatással, kisebbségi történelmünkkel és helytörténettel, az erdélyi művelődési élet vetületeivel. Jókai Mór a legolvasottabb magyar író ma is. Néhány regénye, több elbeszélése, novellája erdélyi témájú. Hol járt, mit látott, hallott az író erdélyi útjai során, mi ihlette erdélyi témájú írásait, ezt szeretnék bemutatni riportsorozatunkban. Tudva, hogy az író első erdélyi útjai óta azért eltelt bő másfél évszázad. A tájékoztató, nevelő és kulturális adások mellett szórakoztató műsorok is készültek. Helyet kapott a humor, a különféle zenei irányzatok, és a fiatalokhoz is szóltunk a magyar adásban. Szevasztok! Szevasztok! Sziasztok! Kellemes húsvéti ünnepeket mindenkinek! Az Ébresztő mai húsvéti különkiadásában bemutatjuk Dancs Anna Mari legújabb rendhagyó környezetben készült videóklipjét, és újra jelentkeznek a félő közvetítők is vadonatúj paródiákkal. Stúdió meghívottunk a Hűlt Töltött Káposzta, vagyis a Szármáléli Récs népszerű jazzrock együttes, amelynek énekese András Zoltán magyarul is megszólaltatja majd a slágereiket. Az eddig említett témákon kívül portréfilmek, színházi felvételek, népszokások bemutatása, dokumentumfilmek tették változatosabbá műsorainkat. A régi magyar adás hagyományait folytatva, ott voltunk az olyan országos rendezvényeken, amelyek megmozgatták a magyarságot. Ilyenek voltak például a valamikori Kaláka műsorral összefonódó táncház találkozók is. Ez a műsor nem csak a táncházat jelentette nyitást a világra, hanem a gyökereinkhez való kapcsolódást. Tulajdonképpen mi akkor a jövőt álmodtuk. Azt a jövőt, ami itt most megvalósult. Nem csak feltételezzük, de tudjuk is, hogy megváltozott a hangvétele
a műsoroknak. Megváltozott az a mód, ahogyan el lehetett valamit mondani, ahogyan kommunikálni kellett a nézővel, legyen az bárki, és legyen az több vagy kevesebb, mint az elmúlt időszakban. Akkoriban a szerkesztőséget ugye Boros Zoltán vezette. Azt hiszem, hogy nem vádolhatjuk azzal a politikumot, hogy nem szeretné a médiát befolyásolni. Zoli, a 90-es évek elején kik akarták a tévét irányítani, és hogyan? Hogy a Magyar Adás azután, hogy szerezte meg azt a hallatlan nézettséget, amit nagyon nehéz létrehozni, és olyan idők kellenek, annak az volt a titka, hogy egyrészt mi úgy értelmeztük a közszolgálatot, hogy a közszolgálat számunkra, anélkül, hogy megfogalmaztunk volna, nem értünk rá mi fogalmazni a méleteket, a közszolgálat az számunkra a közösség szolgálata, és a mi általunk szolgált közösség semmi más, mint a romániai magyar közösség. De hogy kik akarták befolyásolni, a legmagasabb fórum akarta. Ilyeszko elvtárs személyesen telefonált többször is a TV elnökének, hogy a Magyar Adás mit engedett meg magának, mert a Magyar Adás megengedte magának, hogy a bukaresti történéseket rettenetes diverziók jöttek létre Bukarestben. A kommunista nomenklatúra, amely a hatalmat átvette, az el akarta hitetni, hogy ők forradalmárok, ezt az emberek nem hitték, tüntettek hetekig, és akkor a bányászokat behívták, hogy azokat a tüntetőket elzavarják. Rettenetes dolgok voltak. A tévéhíradó mondta azt a variánst, amit szeretett volna Iliescu, és a Magyar Adás mutatta és mondta a valóságot. Ezt a románok is észrevették, és ezért volt nekünk óriási nézettségünk, mert nem csak mi, ahány magyar TV volt, az mind nyitva volt hétfő délutánunként, hanem a románok is elkezdték nézni, és rengeteg román visszhang keletkezett. Itt volt az a nagy csalódás, ami bennünket ért 90. januárjában. Ugyanis azt reméltük, hogy itt nagyon sok minden változni fog. És közben rá kellett jönnünk arra, hogy a háttérben olyan erők működnek, amelyek már rég nem a közjavát szolgálják. Én arra emlékszem, hogy tulajdonképpen minden héten Marosvásárhelyen voltam. A diverziókeltést próbáltam valamilyen módon ellensúlyozni azzal, hogy a hétfői Magyar Adásban, abban a híradó részben megpróbálunk tudósítani igazán, hitelesen azokról az eseményekről, amik történtek. És itt kapcsolódik Szatmárhoz Marosvásárhely. Mert ugye a marosvásárhelyi események kitörésekor adásban voltunk, én adásban képernyőn voltam, és megszólaltak a telefonok. Az igazság az, hogy most sem tudok visszaemlékezni, úgyhogy ne szóljon el a torkom. Pali fent volt a szerkesztőségben, és akkor volt tulajdonképpen a szolgálatiságnak a legfontosabb összetevője számomra, ami nyilvánvalóvá vált, az újságíró felelőssége. Mit mondunk, miközben nem ellenőriztük le a hírt? Tehát tulajdonképpen, ha a közszolgálatiság a tartalommal egyeztethető, itt most arról volt szó, hogy mi történik akkor, hogyha egy ilyen történelmi eseményben mi valamilyen módon bekapcsolódunk. Aznap éjjel elindultunk a szerkesztőségből négyen. Palinak nem sikerült eljutni a Marosvásárhelyre. Én ott voltam reggel már. Akkor aznap az első szabad márciusi eseményeket közvetítettük. És ebben volt benne az a bizonyos szatmári tudósítás is, aminek az volt a lényege, hogy itt tulajdonképpen már elkezdték a diverziókeltést. Tehát valamilyen módon megpróbálták azt, hogy hol lehetne ezt a magyar-román ellentétet fölszítani. És akkor azt beszéltük Évával telefonon, hogy erről nagyon kevesen beszélnek Szatmáron is. Illetve hát nagyon kevesen tudnak az országban, hogy itt próbálkoztak először azok az erők, háttérerők, amelyeknek sikerült végül is Marosvásárhelyen az etnikai konfliktust kirobbantani. Nagyon szépen végigvezették, nagyon szépen levezényelték, és ennek a következményei közé sorolható az is, hogy Marosvásárhelynek az etnikai összetétele megbomlott.
És közben nagyon sok olyan történet is lapult a mélyben, amelyről 90 előtt nem lehetett beszélni, amelyről 85 előtt nem lehetett forgatni. Az egyik ilyen történet sorozatot Barta Ágnes közvetítette. Miképpen mi is megbocsátunk. Ez volt a sorozatot címe. Ági, hogyha most megnézzük a tévés felvételeidet, akkor könnyed hangvételű, kellemes riportokat látunk. Az pedig azért kemény, súlyos téma, nehéz vallomásokkal. Mi vitt téged arra az útra akkor? Elsősorban azt hiszem, hogy a nagyszüleim tanítása. Nagyapám az egyházkerületnek volt a krónikás, ezeket a történeteket én otthonról tudtam. Léstán Ferenc érseki helynök nagyapámnak barátja volt, tehát akkor az még úgy ment, hogy én szépen elmentem Gyulafehérvárra, elkértem egy listát a papbácsikról, a telefonszámukkal, végigjártam, és ugyebár én hallgatni szeretek, úgyhogy végighallgattam a történetüket, és ugye hát aztán a végén egy dokumentumfilm. Amúgy a mostani filmjeim sem mind könnyed hangvételűek, mert mindegyikben van szó arról, hogy miért érdemes itt maradni nekünk. Ezek akár emberi történetek, akár felhívás arra, hogy menjünk olyan helyre kirándulni, ami itt van, és nem kell ahhoz távolra menni, hogy az ember jól érezze magát. És amelyet esetleg mi nem ismerünk onnan, ahol vagyunk, mert ugyan elkezdődött az, hogy már a székelyek eljártak Szatmára, vagy a szatmáriak a Székelyföldre, ismertük Nagyváradot, Temesvárt, ismerhettük, de nem tudom, hogy valójában mennyire ismertük. De itt ül közöttünk, itt ül körünkben Balázs János, akit a bejátszásban is láttunk, és aki Jókai nyomába is szegődött, és Jókai után még nagyon sok helyen járt. Van-e még olyan hely Erdélyben, Párciumban, Bánságban, amelyet bemutatna, és még eddig nem sikerült? Van bőven, de sajnos azokat már nem fogom bemutatni, mert a tavaly óta nyugdíjas vagyok. Hogy mondjam, ezek a témák végül is nem én kerestem őket, azokba belebotlottam, mert riporter vagyok, az voltam egész életemben, gyakorlatilag majdnem 40 évig. És járdomba keltem be, egy csomó olyan dolgot láttam, tapasztaltam, amit úgy láttam jónak, hogy érdemes bemutatni, azért, hogy egy kicsit pótoljuk a hézagos önismeretünket. A Jókai Erdélyben is ide tartozik, meg egy csomó más hasonló téma. Ugye a politikusokat gyakran kifiguráztad, ők ezt hogy viselik? Mert hogy te vagy a humorfelelős a tévéműsorában. Hát ez régebben volt, akkor kiviselték, igen, a 2000-es évek elején volt egy ilyen műsorunk, hogy félő közvetítés, és próbáltunk mi is, a román televízióban volt egy ilyen nagyon népszerű humorcsoport, akik politikával foglalkoztak, a Divertis, és arra gondoltuk, hát ha mi is tudunk ilyen erdélyi magyar Divertist létrehozni. És hát néhány évig ezzel foglalkoztam. Azt hiszem, hogy a legkiemelkedő produkciónk az volt, hogy megcsináltuk az István a király paródiáját Markó Bélával és Tőkés Lászlóval, és az eredmény az lett, hogy mind a kettő kirakta a honlapjára, jobban van, Tőkés László tette ki a honlapjára, de Markó Béla kérte egy DVD példányt dedikálva. Ez az a pillanat, amikor mindenkinek, aki a kamera mögött áll, köszönöm szépen a ma esti munkát is, és tudjuk ugye mindannyian, hogy hangmérnökök, világosítók, kameramannok, vágók, rendezők nélkül tévéműsor nincsen. Sándor, operatőrként kezdted, de nem ezzel ér véget a pályafutásod, de kezdjük ezzel, hogy ugye te azért kerültél ide, mert értettél a technikához. Honnan? Hát onnan, hogy én amúgy villamosmérnök vagyok, gyengáron villamosmérnök, elektromérnök így hívják. Igen, értettem, és mindmáig értek a technikához. Egyébként riporterként kerültem oda, azt hiszem egy riportot készítettem, mint riporter életemben, kérdezni, beszédhibám van is így tovább. De aztán mentem tovább. Amúgy operatőr nem voltam soha, mondjuk ezt elvégeztem Budapesten a főiskolát, de én szeretek továbbra is filmezni. Azóta is kezdetben a kamera, de közben hát jó 10 évig vezetted a Magyar Adás szerkesztőségét. Voltam megbízott főszerkesztő, mint én koordinátor, mindenféle megnevezés volt annak idején. És azért ez is elég jelentős útkereséseket jelentett, már sok tévécsatornával kellett versengeni. Hogy láttad ezt a világot akkor? Hát
kell versenyezni, ez így van, csak egy heti adás, mert az vagyunk, az nem versenyezhet egy napi, egésznapos műsorral, ugye? Úgyhogy ezt így nem lehet a versengést. Nem erről van szó. Kell csinálni a dolgodat, ugye? Azt kell csináld, amit úgy érzel, hogy el kell mondjál a közszolgálatában. És ezt csináltuk. És nem csak én, hanem az összes kollégám. És szerencsére mindegyik kollégám kicsit egy kicsit más, ugye, és mindegyiknek más-más az érdeklődési köre, és így elég jól le tudtuk fedni az egész prérit, hogy így fogalmazzak. Humortól kezdve, zenei műsorokon keresztül, és így tovább. És persze volt heti politikai hírovat, hírháttérovat, és így tovább. Beszélgetések. Ez az időszak ugye 2012-ben lezárult, és így jutunk el, kedves közönségünk, kedves nézőink, a jelen magyar adásához. A 90-es évek második felében kezdődött a magyar adás monopóliumának megszűnése. Ha nem lett volna elég, hogy sorra megjelentek a román televízió területi stúdiói, a magán TV csatornák és számos magyarországi adó, ezt tetézte még, hogy a 2000-es évek második felétől a gazdasági válság is éreztette már a hatását. A válság ugye azt jelenti, hogy bármit szabad, de igazából semmit nem lehet. Jogi, gazdasági megszorításoktól terhes időszak, amikor az a kifejezés, hogy közszolgálat, elég nehezen értelmezhető. Információ és magyar nyelvű média túltengés van, és bármely média közszolgálatinak kiálthatja ki magát, attól függetlenül, hogy vajon kihozta létre és kitartja fenn. Tehát függetlenül attól, hogy tulajdonképpen kit is szolgál. Emlékezzünk vissza, a 2000-es évek közepén más állami intézményekhez hasonlóan a román televízió is csőd közeli állapotba jutott. A vezetők ilyenkor mindig azt hiszik, hogy az elbocsátás a megoldás, ez megtörtént, de meg nem oldódott semmi. A miniszterelnök, akit abban az időben, mikor a történetünk zajlik, Viktor Pontának hívnak, kijelenti, hogy ő nem akar tévéilletéket fizetni, ő erre nem óhajt pénzt áldozni, és íme néhány év múlva már egyikünk sem fizet tévéadót. A havi 4 lejt ma már nem írják föl a villanyszámlánkra, de vajon hogy lehet így függetlennek maradni? Vajon hogy lehet így a közt úgy szolgálni, hogy az megfeleljen annak, aki nap mint nap ezt a munkát végzi? Vajon biztosítható-e ebben a formában a közszolgálat függetlensége? És egyáltalán kinek vagy minek van szüksége közszolgálati médiára, és kinek van szüksége magyar nyelvű közszolgálati médiára? Ez már a jelen magyar adása, vagy azt is mondhatnánk, hogy a magyar adás jelene. A csapat a közszolgálat válságával dacolva mondja ki, amit a különböző pillanatokban ki kell mondania. A gazdasági válság a közszolgálati televíziót, azaz bennünket sem kímélt. Akárcsak a kormány, intézményünk vezetősége is megszorításokkal, esetünkben a műsorkészítés lebénításával és tömeges elbocsátásokkal kívánta orvosolni a televízió egyébként igen súlyos anyagi gondjait. Pedig igyekeztünk újra kitalálni magunkat. Múltunk a megtizedelt, de felbecsülhetetlen értékű aranyszalagtár segített abban, hogy újra felfedezzük és újra értékeljük azt, ami volt, és azt, amink van. Szellemi teret kínálunk fel vendégeinknek. Itt korunk égető és létünk örök kérdéseiről beszélgetnek és vitáznak közismert romániai magyar értelmiségiek.
Szellemi örökségünk nem lehet teljes a tudomány nélkül. Erdélyi tudósok, feltalálók, sokan közülük méltánytalanul félretéve, elfeledve, igazi úttörő munkát végeztek. Sokszor értetlenül tekintünk a mára, amelyben élünk. Kis odafigyelés, de sokkal több együttérzés szükségeltetik ahhoz, hogy szolidaritást akarjunk és merjünk vállalni azokkal, akik csak látszólag járnak más cipőben, akiknek gondjai csak látszólag különböznek a mi problémáinktól. Sok fiatal keresi útját a kulturális életnek nevezett rengetegben. A legifjabb zenészek garázsokban, otthonokban gyűlnek össze, együtteseik nem közösségi, hanem csak egyéni áldozatok árán kovácsolódnak össze és nőnek fel. Mi odafigyeléssel adózunk nekik. A színház mindig fontos volt számunkra. Régi, évtizedekkel ezelőtt bemutatott előadások felvételeit csak mi őrizzük. De a mát, a színház jelenét, sőt a jövőjét is legalább ugyanannyira fontosnak tekintjük. Néhány évet visszalapozunk még a színházi felvételektől. Itt ül B. Nagy Veronika, akinek az egyik sorozata a Juhaimnak maradékát összegyűjtöm címet viselte. Ugye ez a szórvány sorsot jelenti, olyan helyeken jártatok akkor, ahol még voltak magyarok. Vajon van olyan hely, ahol ma már nincsenek? Valóban jó lenne 25 év után visszamenni ugyanazokra a helyekre, és megnézni, hogy mi a helyzet, mert az nagyon autentikus lenne. Egy dél-erdélyi szorványban volt összesen a pályám alatt körülbelül 2-3 alkalom, amikor nem tudtam megállni, és könyv szökött a szemembe. Az egyik az ilyen szorványműsor alkalmával volt, amikor megkérdeztük Hunyad megyébe a nénit, egy idős asszony, hogy szoktak-e beszélni itthon a családban magyarul. És akkor azt mondta a néni, hogy nem szoktunk magyarul beszélni, csak imádkozunk. És elővette egy régi katolikus imokönyvet, és mondta, hogy ő ebből imádkozik. Ugyanazt láttam, eléggé elszorult a torkom, amikor a katolikus papbácsi megtanította az imát magyarul, de azon kívül egy szót se tudtak a gyerekek magyarul. Igen, vissza kell menni ezekbe a szorványokba, ezek nagyon érdekes dolgok lennének 25 év távlatából. Az előző bejátszásban láthattak egy garázszenekart. Ugye azt hiszük, hogy ez olyan könnyű, de már Boros Zoltán mesélt arról, hogy a könnyű zenei élet az nem igazán, valahogy nem jó a neve, a könnyű zene, az nem olyan könnyű mindig. Mennyit forgattok egy ilyen garázszenekarral például? Többször is visszamegyünk egy-egy zenekarhoz, amelyet kiválasztunk, vagy adott ponton ők választanak minket. Igen, hát végül is a szempont az nem az, hogy sztárokat keresünk, hogy kik a potenciális tehetségek, bár nyilván aki, azok a csapatok, akik összeállnak, valamilyen szinten ügyesek is és tehetségesek, hanem megtekintjük, hogy ezek a bandák hogyan élnek, mik a hétköznapjaik, milyen problémákkal küzdködnek, mi kell az ő érvényesülésükhöz, hogyan tudunk belelátni egy kicsit a hétköznapjainkba. És biztos vagyok benne, hogy az az erő, ugye azt már az imént hallhattuk, hogy a társadalom szervezési funkciója és ereje a magyar adásnak az nem csak a 70-es években volt, hanem később is. Ugyanígy gondolom, hogy a könnyűzenei csapatoknak is valamilyen lendületet tud adni az, hogy bekerülnek a magyar adásba. De közben azt mondják, hogy a fiatalok nem néznek tévét, és akkor már átadjuk a labdát és a mikrofont kolléganődnek, Nagy Enikőnek, aki viszont színházról akar beszélni, fiatalon, fiatalosan. Fiataloknak? Kiknek készül a műsor? Hát nem csak fiataloknak, szerintem a jó színház az mindenkinek szól. Én úgy kerültem a magyar adáshoz, hogy fölmentem egy délután,
És kérdezte Boros Zoltán, mivel foglalkozol? Mondom, hát én éppen dramaturgiát végzek. Azt mondtad, akkor jó helyen jársz, mert itt rengeteg felvétel van. És akkor így kezdte megmutogatni nekem, hogy mennyi felvételt őriznek így a szalagtárban. És nekem ez olyan volt, mintha a paradicsomban találtam volna magam, mert hogy ugye ott volt rengeteg olyan előadás, amiről csak olvastam, vagy maximum fényképeket láttam, és akkor ott voltak Harag Györgynek az előadásai. És hát arra is emlékszem, amikor a legelső Kisvárdai Fesztiválon elmentem a színészekhez interjúzni, és azt kérdezték, hogy hol van Tomcsányi Mária. Hát, és akkor egy nagyon nehéz volt megszólalni, hogy hát igen, Tomcsányi Mária nyugdíjban van, de hát én leszek az új Tomcsányi Mária. Úgy legyen. De hogy igen, ez egyfajta alázatot is adott. Tehát, hogy igen, a fiatalon én is azt képzeltem, hogy fiataloknak fiatalokról, és van ez az új nyelvezet, és rengetegszer találkoztam azzal, hogy bizony az idősebb színészek van, amikor másképp gondolják ezt az újítást, vagy hogy teret adni mindenkinek. Én azt gondolom, és ebben hiszek, hogy a jó színház tényleg mindenkinek és mindenkiről szól. A jelenből egy picit visszalépünk Szilágyi Gödri Ildikó által a múltba is, mert hogy a jelen műsorokban, hogyha figyelmesen nézik, akkor feltűnnek azok a fekete-fehér felvételek, amelyek az aranyszalagtárból kerülnek ki, és amelyek Rostás Emília és Szilágyi Gödri Ildikó kutatásai nyomán kerülnek oda. Miért fontos az 50, 40, 30 évvel ezelőtti felvételeket 2019-ben bemutatni? Nagyon fontos, de mielőtt még egy kicsit kibővíteném ezt a választ, míg hallgattam a kollégákat, akkor így eszembe jutott, hogy 26 éve dolgozom a Magyar Adásnál, és azt hiszem, hogy nagyon kevés az a tévés műfaj, amiben ne próbáltam volna ki magam, de mégis azt mondom, hogy az aranyszallagtár az kedvenc, mert nem csak az, hogy előveszünk egy riportot, és akkor azt fogjuk és újra közvetítjük, hanem ugye Liácska egyfolytában kap valami gyöngyszemet, és rengeteg minden van, még akkor is azt mondjuk, hogy nagyon sok minden elveszett, és van még egy kollégánk, Bányai Péter, aki nagyon, de nagyon sokat, órákat dolgozik ahhoz, hogy ugye a megrongált filmeket azért tényleg jól lássuk és halljuk, és fényeli őket, új hangot teremt neki, egy kicsit más köntösbe tesszük, természetesen a tartalom az ugyanaz, és kérdezted, hogy miért fontos. Azt hiszem, hogy nem csak azért, hogy lássuk, hogy ezek a kollégáink, a mi kollégáink hogyan dolgoztak, és hogy milyen témák érdekelték, hanem ezek kordokumentumok. És én például nagyon kíváncsi lennék arra, hogy a mi valóságunk az vajon 20-30 év múlva az, hogy fog a képernyőn látszani, és kik lesznek azok a kollégák, akik ugyanilyen alázattal és tisztelettel elő fogják szedni majd a riportokat. És az aranyszalagtárhoz még az is hozzátartozik, hogy nem csak előveszük ezeket a riportokat, de el is megyünk az eredeti helyszínekre, és elvisszük ezeket a dokumentumfilmeket, és ott levetítjük, és megpróbáljuk ugyanazt megcsinálni még egyszer. Tehát, hogy most mi van azzal a faluval, most még élnek-e azok a hagyományok, amik régen, és a többi, és a többi. Mi lesz az, amit 20 év múlva, 30 év múlva tudni fogunk erről a társadalomról? Lehet, hogy az, amit É. Ferenc Judit most bemutat, akit a politika és a társadalom foglalkoztat. Azt mondják, hogy a témaválasztásod általában nem divatos, és hogy te vagy az, aki felteszi a kellemetlen kérdést annak, akinek kell, és amikor kell. Nem szeretnék én ebben pozolni, nem kellemetlen kérdéseket akarok én feltenni. Csak kérdéseket. Csak kérdéseket. És azt hiszem, hogy ezzel meg is válaszoltam a kérdést. Meggyőződésem, hogy nekünk, akik nem egy hírtelevízió vagyunk, mi egy különlegesebb helyzetben vagyunk, ahol megengedhetjük még magunknak azt, hogy a kérdéseket feltegyük, és meg is próbáljuk őket válaszolni. Remélem, hogy ez egy fenntartható valami, és hogy lehetőségünk lesz még ezt tenni. Szerinted mire gondolnak azok, akik azt mondják, hogy te a kényelmetlen riporter vagy? Nem például tudom. Például mi a legutóbbi téma, amiről ezt el tudod hinni? Nem tudom, én ezt nem így látom. Van neked egy kedvenc műsorod. Ugye itt sokan vagytok, több témás szerkesztők, több minden érdekel. A cinemában vajon a sok-sok híres rendező között
van-e kedvenc, illetve kire fáj a fogad még? Ajajajajaj, nagyon sok mindenkire. Nincs annyi adásidőnk, igen. Az első megszólalom Cserhalmi György volt, és én tudom, hogy remegőt érdekkel, lángoló fejjel, miután 3 napig néztem a filmjeit, és mindent elolvastam, amit csak tudtam, oda mentem a helyszínre, teljesen bele voltam betegedve, hogy én akkor most velem mi lesz, és akkor ő lejött a lépcsőn a híres fehér teniszcipőjébe, és akkor én úgy megálltam, és mondtam, hogy itt így nyugi van, tehát ez az ember, hogyha így jön le a fehér teniszcipőjében, akkor itt nem történik semmi baj. És akkortól megpróbáltam uralni a helyzetet, nyilván remegtek továbbra is a lábaim, és amikor visszaértem a szerkesztőségbe, és a főszerkesztő asszony megkérdezte, hogy na milyen volt, akkor csak így mondtam, hogy jaj. Szóval sokan vannak, nagyon sajnálom, hogy Erdélyben még nincs annyi ember, hogy tudnának jönni, vagy hát tudod Bukarestbe lejönni, nehéz, nekünk kimenni nehéz, szóval minden nagyon nehéz, de hogyha oda jönnek Bukarestbe, akkor biztos, hogy megkapom őket, elkapom őket, és jól megbeszéltetem őket. Kedves közönségünk, kedves nézőink, eddig tartott a mai számvetés. 2x90 perc a Magyar Adás műsorideje hetente. De a szerkesztőség nevében ígérem önöknek, hogy lesz folytatás. Szójátékokból a sajtó talán kifogyhatatlan, ezért hadd mondjam el, ahol volt számvetés, volt vetés, ott biztosan lesz majd aratás. És persze remélem, hogy már aratott is ez a szerkesztőség, ha más nem, hát sikert aratott a Magyar Adás, sokféleségével, sokszor konok kitartásával, amelyről ma este hallhattak. Köszönöm, hogy figyeltek ránk, és kívánom, hogy erről a szokásukról már ne mondjanak le a következő években sem. Kívánok még legalább 50 évet a Magyar Adásnak, és azt, hogy a következőkben is találja meg szerepét, és ezáltal találja meg útját a ma már sokféle képernyőn keresztül mindannyiunkhoz, a nézőkhöz. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, és ha kívánhatunk valamit 51. születésnapunkon, mi más lehetne, mint az, hogy a következő 50 évben is szólhassunk önökhöz magyar nyelven, innen a Román Televízió stúdiójából is, és hogy a következőkben is valóban közszolgálati tartalmat kínáló műsor maradhassunk. Kövessenek bennünket a televízióban vagy a közösségi oldalakon, Isten éltesse a Magyar Adást nézőivel együtt. Eredményes szép hetet, egészséget kívánunk, figyeljünk és vigyázzunk egymásra a holnapi viszontlátásra. Találkozunk ugyanitt, ugyanebben az időben.